Kerékpárokat használnak Kárpátalján a katonák rehabilitációjára. A Forza civil szervezet folytatja a Bike for Ukraine kezdeményezést, és ezúttal erre a célra gyűjtötték a bicikliket. Rájöttünk, hogy ez nagyon egyszerű. Reméljük, hogy hasznos lesz a katonák számára. Szobakerékpáron is végezhető a rehabilitáció, ez segít az izmok megerősítésében. De egyúttal kellemes időtöltés, stresszoldás is egyben, ha kerékpárral közlekedsz a városban, miközben ismerkedsz a helyi nevezetességekkel. Gyorsan intézkedtünk, körülbelül 500 kerékpárt kaptunk Litvániából, Vilniusból. Ez a Litván Közlekedési és Hírközlési Minisztérium kezdeményezése volt. Összeszerelték ezeket a kerékpárokat, kiegészítették a szükséges eszközökkel, és átadták az ukránoknak. A Bikes for Ukraine kezdeményezés keretein belül a Forza civil szervezet közel egy év alatt 1500 kerékpárt gyűjtött össze és adott át. Többségük felnőtt kerékpár, de vannak gyerekbiciklik is, azokat a keleti és déli régiókba adjuk át azokba a kistérségekbe, amelyek károkat szenvedtek, vagy megszállás alatt voltak. Herszonba, Harkivba, Szumiba, Csernyihívbe, Mikolajivba, sőt Kirovohrádba is. Ezeket a kerékpárokat önkéntesek, a mentőszolgálatok dolgozói, orvosok, villanyszerelők, szociális munkások használják majd, akik a rászorulókat segítik. A megyei kórház is kapott kerékpárokat. Az intézmény jelenleg a rehabilitációs folyamat fejlesztésén dolgozik. Fejlesztettük a rehabilitációs osztályt, különféle módszereket alkalmazunk, ennek megfelelően nagyon jó eredményeket érünk el. Voltak olyanok, akik úgy kerültek hozzánk, hogy nem tudtak járni. Ezt követően idővel saját lábukon hagyták el a kórházunkat a megfelelő kezelésnek köszönhetően. A Forza civil szervezet az ötletet az ungvári Iván Balasovtól kapta. Az ötlet lényege, hogy biciklire ültessük honvédjainkat. A főorvos egyébként a szomszédom, jó kerékpáros. Felajánlottam neki egy ilyen lehetőséget, boldogan vállalta. A Forza civil szervezetben is szeretik a kerékpárt, szintén támogatták az ötletet. Az első öt kerékpárt és szobabiciklit a kórháznak adták át. Iván Balasov az afganisztáni háború veteránja. Ő maga is a kerékpárnak köszönhetően állt lábra. В 1984-85-ben a légi desszant hadosztályának tagjaként harcoltam Afganisztánban. Folyamatosan sportoltam. A légi desszantnál ez elengedhetetlen. Amióta élek, testedzéssel foglalkozom. Munkácson egy gyermeksportiskolában kezdtem kosárlabdázni, az utóbbi években pedig elkezdtem kerékpározni. Amikor biciklire ülök, sokkal jobban érzem magam. Úgy gondolom, valószínűleg több oxigén kerül a szervezetbe, aktivizálódik a vérkeringés. 16 éves korom óta szervezek veterán kerékpárversenyeket. Voltunk Kijevben, Mariupolban, az idén Darmstadtban voltunk. Az útvonal Szlovákia, Magyarország, Ausztria, Csehország, Németország volt. A hatékonyabb fizikai és szellemi felépülés érdekében a kórházban különféle szempontokat vesznek igénybe egy-egy gyógykezelés során, tette hozzá Juri Jacina. Amellett, hogy rehabilitológusokból, terapeutákból, pszichológusokból és pszichiáterekből álló komoly csapatunk van, úgy döntöttünk, hogy egy humanitárius szervezettel együttműködve kipróbáljuk a kerékpáros rehabilitációt. A kezelési protokoll jóváhagyása folyamatban van. Azt hiszem, a jövő héten elkezdjük a programot a katonákkal. Amellett, hogy a szabadban biciklizhetnek, megtekinthetik Ungvár nevezetességeit. Az öt kerékpár csak a kezdet, tette hozzá Lesztya Lojko, a Forza civil szervezet vezetője. Igény esetén pedig továbbra is gyűjteni fogják a kerékpárokat, hogy átadhassák a honvédek rehabilitációjára.